mondta az Ilonának, hogy nekünk is van piramisunk, igaz nem kőből, hanem földből. És nem is kell messzire érte el menni, és nem drága nagy pénzen, tehát az 130 euró. Mert ugye én 82-től legalább 87-89-ig nem tudom, hogy jól mondom, mert foglalkoztam kasztrumológiával, ugye a kasztrum erőterítés logoszata, tehát erőterítés van. A Budaváraszon bejártam, amit csak lehetett, és innen tudom, hogy olyan könyv, hogy Várkonyi Kalauza, 975-ös kiadás, egy csapat írt a 10-12 fő. És innen tudom, hogy a bükkbe, ugye volt egy olyan, hogy bükki kultúra, és az épített egy olyan földből, de csonkakula, tehát a Jeger környéke, Egertől nem messze fel, német. A bükknek egy ilyen nyugati vagy délnyugati néző völgye, pontosan a völgye elé építette ezt a földpiramist, és így azért csonkára, mint hogy piramis kurva, szóval nagyon jó alakzat, tehát nagyon magas, ugye képzeljük el, hogy ez a, ugye mögöttem arra a, tehát itt van a völgy, arra bükknek a tömege, mögöttem a tömege, lejön a völgy, de ezt gondolom, hogy úgy építették meg, hogy erre járok, arra járok, tehát megint a, és keletre ugye kinyílt a völgy, vagy nyugatra. Tehát egyrészt innen is védve volt, de maga onnan is, mert egy ilyen alakzatot ki tud megrohamozni senki. Tetejét meg csonkára, mert ott épültek, ott éltek ilyen úgy városban. És azt is olyan jól, hogy még hát, tehát körbe a széléről nagy vastag dorongokkal, hogy te netán mégis valami föl tudnál megnyilazni, akkor abban menjen bele, és tovább nem, és befelé viszont eresztel. Tehát na, az a bükki kultúra leakadt. Jó, sok ilyen kultúrát ismerünk. Ez például az egyiptomi, ezt most fedezték föl, az első helyet Alexandria. Meglátogatjuk. Csak úgy mondanám, hogy itt ez a vüszokói piramisokról megint lesz egy kirándulás, ha valakit ez érdekel. És ez most egy nappal hosszabb lesz, ugye? Ez négy napos lesz, ugye? Négy napos lesz, és Viszokóba mennek ehhez a piramishoz. Ez is látszólag földpiramis volt idáig, csak egy méterrel a föld alatt rendes kőborítás van rajta, vagyis hogy egyértelműen piramis, tehát hogy biztos, hogy piramis, 100%, mert akárhol megbontották kőborítás. Az összes kutató árok mind mutatta, hogy kőborítás és beton. Az egyik piramis az beton. Igen, ám csak 35 ezer éves beton. Itt kezdődik a probléma, és ez jobb beton, mint a mai beton, mert kétszer olyan kemény, mint amivel a metrót csináljuk. Nagyon ciki. Azért gondoljátok végig, ugye, hogy a legjobb betonunknál is kétszer keményebb beton, mert csináltak vele keménységi próbát, és hát ez bizony nagyon kemény. Azt mondták, hogy agyag. Csak meg van száradva, mondom, persze. Ó, persze, adja magát, ugye? Azt mondták, hogy jól összeszáradt, igen? Mondom, persze, hogy nem. Azt mondja, hogy folyómeder. Folyómeder kiemelve oda, és az is jó. És akkor megkövesedett, és akkor értjük. Ugyanilyet láttam, megkövesedett folyómeder. Olyan is van. Izraelben, vagy Izébe láttam például Törökországban, Forosznak neveztem. Vagy a meteorát. Mert hogy valamikor folyó volt, ha folyna, akkor folyó lenne, de ez nem folyt, ez forosz. Ilyen kőmeder, de nem volt benne csepp víz se. Tehát ilyen időszakos folyó. Nyáron nincs benne víz, télen, vagy tavasszal jön egy kis víz, lemegy, kész. És ilyen fehér kövek borították az egész medret, és elneveztem forosznak. Híd volt fölötte, minden. Na tehát lesz egy ilyen kirándulás, mikor lesz ez? Június 24, 25, 26, 27. Tehát június 24-én indul, négy napos busszal, szállodában, tűrhető szállodában, kaját mindenhol lehet egész jót kapni. A szállodában adnak reggelit, hát az csak olyan szálloda reggeli, de az nem a széhen. De szóval nem egy ízokúr, az biztos. Egyik helyen se, de egyik szállodában se. Szóval, hát ilyen nagyon drága ötcsillagosnál ott már van azért, hogy ilyen all inclusive azért előfordul, hogy vagy exkluzív? Hát. Exkluzív. Na, tehát az a lényeg, hogy most találtak nem régen, ez most találták, Alexandriának a leszakadt része, vagy nem is leszakadt. Ugye az a nagyon érdekes, hogy a földközi tenger medencéje az egy furcsa medence, négy nagy sóstó volt valamikor, de őrült nagy sóstavak,
hát tengernyi nagy, olyan fekete tengernyi nagy sóstavak, és ezek ez egy lefolyástalan terület volt, a földközi tenger medence, és a Nílus az körülbelül vagy 40-50 méterre följebb van most, mint amikor ez az eset volt még. Tehát ilyen zuhatag formájába folyt még bele a... Vagy 1000 méter, szóval nagyon, nem volt 1000 méter az. Több mint 1000 méter a mostani mélysége. Alatt? Az iszapnak? Majdnem 2000 méter. Ja, nem, az 1000 méter az a alatta lévő sóréteg. Az is, de addig kiszáradt időnként föltelt vízzel, de kiszáradt. Szóval az van, hogy amikor a Holddal összeütköztünk, ez 13642 évvel ezelőtt volt, csütörtökön délután 11 órakor. És azért vagyunk mi csütörtökisták. Tehát a lényeg, hogy amikor a Holddal összeütköztünk, akkor repett föl a Gibraltár, tehát akkor szakadt el, ott átszakadt az óceán, bezúdult a földközi tengeri medencébe. Akkor végleg átszakadt, és akkor becsapott a, föltöltötte a földközi tengeri medencét a víz, tehát azok a szigetek, amelyek lakott szigetek voltak, ugye hát hol laknak az emberek? Közel a tengerhez. Nem a hegytetőre költöztek, hanem körbe a tengerparton laktak, hát azt mind elöntötte a víz. Ha még föl tudtak szaladni a hegyre, akkor túlélték, ha nem tudtak felszaladni, akkor nem. Mert ugye ez igen intenzíven dűlt befelé ez a víz, és akkor repett el a Márványtengernél a Boszporusz meg a Dardanellák, vagy az izmiti repedés, ami nem Izmir, hanem Izmit. Volt ott egy baromi nagy földrengés a jómúlt korában, 10 évvel ezelőtt. Ez Isztambultól még délkeletre van. Ez az Izmit. Egy ilyen benyúló öböl van ott a Márványtengernél. És ez a repedés, ez aztán végigvonul, ez a törésvonal, ez végigvonul arra a Kaukázus irányában meg minden. Tehát ez egy baromi nagy repedés volt, és végigmegy a földközi tenger fenekén is ez a repedés, egészen ki a Gibraltáron. És amikor a Holddal össze, ott repett meg a kéreglemez, és ennek a mentén mindig tűzszányú kitörések vannak, az Etna, a Vezúv, ezek mind innen erednek ezek a tűzszányúk, amik európai tűzszányúk. Ezek működnek, hát nem túl sok tűzszányú van Európában, hát ha csak az Izlandit nem veszük ide. A Stromboli, az Etna, a Vezúv, ezek... Vulkánok. Ezek... Vulkánok. Vulkánok, ezek működnek. Nem, de az a nem, hogy vulkánok. Vulkánok. Vulkánó. Vulkánó. Olyan is van, igen. Ez a Lipás. Aha. Na, a lényeg az, hogy ezek általában törésvonalak mentén szoktak lenni ezek a vulkán sorok, mert hogy általában több is van, és a mai napig nem ford össze rendesen ott a kéreg, és ezért és még mozog is. Tehát a holdötközésnek a mozgása még megvan a kéreglemezek mozgásában. Mondjuk a Szent András törésvonal az 4 centit megy, körülbelül egy év alatt 4 centit mozog. Na most ha gondolj bele, hogyha mondjuk nem nincs földrengés mondjuk 10 évig, az 40 centi. Menne, de összeakadt. Na aztán, amikor nő az erő, egyszer csak bum, szétcsúszik, és elmegy 40 centit. És akkor a házad egyik fele itt marad, a másik fele 40 centivel arrább lesz, és a törésvonalon mindig olcsó a telek. Ugye, ahogy régen nem volt földrengés, egyre jobban megveszik a hülyék. Olcsó telek, megveszük. Nem mondják neki, hogy ott megy a törésvonal. És ha megkérdezi, hogy az a kerítés miért van ketté repedve, hát ez nem fontos. Hát fontos, mert ott megy el a törésvonal a háza végében mondjuk. Úgyhogy igencsak komoly balhék vannak ebből. Hatalmas földrengések tudnak lenni, ennél sokkal nagyobbak is. Hát a holdütközésnél képzeld el, milyen földrengések voltak. Hát miért laktunk jurtákba, édeseim? Nem azért, mert nem tudtunk kőházat építeni, ott van leírva az Arvisúrában. Hát le van írva. Nem azért laktunk mi jurtákban, mert nem tudtunk, okosabbak nem voltunk. Hát ott van Tonvang Cseng, vagy mit a Kínában az a hunoknak a régi fővárosa. Ott van. Gyerekek, hát a kővárak, kőfalak, minden, még mindig megvannak. Hát hogy ne tudnánk mi kőfalat építeni? Csak amikor havonta 12 földrengés van,
és mit tudom, hogy 6-os, 8-as, 10-es erősségű, megmagyaráztatott a hatalmas földrengése, így jár az egész föld, hát akkor a kőháznak nem túl sok értelme van, mert még félig se raktad föl a házadot, már rád is dőlt. Úgyhogy ez baj. Hát jurta, meg legszebb kiesik középről az a kerék, ott bedőlnek a lécek, de nem üt agyon. Hát beleesik ugyan a parázsba, de van esélyed a túlélésre. A kőházban nincs. Megszállítható is, amikor arrább kell menekülni, persze. Ugye ilyen nagy kordiaink is voltak, és a kordiára fölraktuk, amikor olyan volt a helyzet, akkor az asszonyok a gyerekeket elköltöztettük, amikor jött a népvándorlás, tudod, igen? És akkor arrább raktuk őket, hogy ezek a rablók ne találják meg a családot. Eldugtuk az erdőbe, valahova, hegyek közé. Aztán, amikor elment a balhé, na jó van, jöhettek vissza. Hát ez így működött. Ez így működött. Tehát ezért laktunk mi. Bocsánat, hogy azért jövök ki, mert ők szegényeknek kitörik a dereka. Tehát a holdütközés, ez így nézett ki. Na most a hold és a föld aránya 1:4. Tehát a 4-szer kisebb a hold átmérője, de azért nagyon nagy. 3452 kilométer mennyi, hát az nagyon nagy. Annyi az átmérője. Az nagyon nagy, a Föld csak 12.770 vagy mit tudom mennyi kilométer. Tehát a Vénusz meg majdnem ugyanakkora, mint a Föld. Az a mai napig sem nyugodott le, a mai napig is izzik az egész, forróság van. Olyan baromi meleg van a Vénuszon, ott olyan, hát olyan 500 fok meleg van. Hát az 500 fok melegben nem tudsz sétálni andalogba. Rövidújúbbak kell lenni, igen, erősen. Ha grillcsirke akarsz lenni, szépen le akarsz sülni, úgyhogy, mert a sütőben van 180 fok, a csirkét sütöd, vagy a süteményt. Na, ahhoz képest az 500 fok az nagyon meleg, ott már az ólom az lazán folyik, meg mindez, nagyon meleg van. Nagyon meleg van, és a másik, ami, hogy 90 atmoszféra légnyomás van. 90-szer akkora légnyomás van, mint itt a Földön. Nagyon durva, nagyon durva. Na most, egy ilyen ütközésnél gondold el, hogy ez egyébként az Atlanti-óceánba csapódott be, de az Atlanti-óceánba becsapódó hold is milyen iszonyatos szökőárat csinált. Tehát ez lenyalta körbe a Földet, ez olyan őrült szökőárat csinált, ez nem az, hogy kicsapott egy kicsit a partra, felejtsd el. Azt mondták az eszkimók, hogy 3-szor járta körbe a Földet a hullám. Az nagyon hullám. Most csak 2-szer fogja. Most csak 2-szer fogja, igen. Igen, igen. Tehát ezek egyébként már régóta megvannak az emberiség tudatában, csak lehazudják, lemagyarázzák. És azt ugye meteorral ütközött a Föld, azért haltak el az ősállatok, és így tovább. Na most a helyzet az, hogy valóban több ilyen meteor ütközésünk is volt, sőt, már ez talán az 5. hold, ami neki jött a Földnek, ez a mi holdunk, ami most a holdunk, hanem már vagy 4 benne van a Föld belsejében. Frontális ütközés volt? Nem mindig volt frontális, hát ugye kacsázott is, a hold az csak surolta, azért csinálták a piramisokat, tehát azt a boszniai piramist is azért építették, hogy rezonanciákat hoztak létre, és a rezonanciákkal át lehetett hangolni az egész naprendszert. Mert az egész rendszer hullámokból áll. Hogyha hulláminterferenciákat hozol létre, akkor ezek az interferenciák megváltoztatják az egész Földnek a viselkedését, és elkezd más pályán keringeni egy új interferenciát keres, mert az interferencia az mit jelent? Az hullámok együtthatását jelenti, amikor egyszerre hat egy vagy több hullám ugyanott. Ez az interferencia. Na most ez egy komoly, komoly nagy, olyan projekt volt, azért gondold végig, hogy a naprendszert áthangolni, hol vagyunk mi még ehhez? A gyerekek, egy gátat nem tudunk megépíteni rendesen még. Tehát miről beszélnek ezek? Meghódítottuk a természetet. Ki? Mi? Hát az első földrengésben bújunk a sútba, hát sehol nem vagyunk. Tessék, parancsolj. Azon gondolkodom, hogy micsoda méréseket és milyen eszközeik lehettek, hogy ezeket a hullám... Nem földi eszközök voltak, nem földi technológia akkor volt. Akkor ilyen gravitációs társaság keményen dolgoztak. Nagyon dolgoztak. Na jó, de hát ismerték az összes bolygókat. Aha. Tehát ott kezdődik az egésznek a titka, hogy már a sumi ragyagtáblákon ott van a naprendszer.
a heliocentrikus naprendszer, tehát hol a nap van a közepén. Nem azt képzelték, hogy a lapos a föld és lelógattuk a lábunkat, amit nekünk hülyítettek minket, hanem gyerekek, az egész naprendszer ott van, és nincs mese, tudtuk. 6000 éves palák megvannak Magyarországon, most is megvannak. Szerencsére visszavették a múzeumtól, úgy örültem, jaj, de örültem. Ma odaadták a múzeumnak, abból nem maradt volna egy év múlva már semmi. Szétverték volna így kalapáccsal, tuti. Szerencsére visszakérték. Na, mindegy. És akkor, amikor a holdütközés volt, akkor merült el ez a szobor. Éppen megmaradtak a szobrok a tenger alatt, Alexandriánál most találták meg. Gyönyörű szobrok ott vannak a tenger fenekén. Ezt most ki fogják állítani. Egy egész várost találtak ott a föld alatt, ugye a víz alatt. Egy egész várost, és lefújják róla a homokot, és ott az iszapot, és ott van a gyönyörű szobor, meg ott van minden. Most ezt Kairóban majd ki fogják állítani. Úgyhogy ott most találták. Az előbb mondtad, hogy négy hold már bent van abban. Négy hold már bent van a földben, igen. Igen, bent a földben. A föld belül nem szilárd, belseje nem szilárd, hanem egy folyékony magma van benne, és a magma kellős közepén bent egy kis holdszerű gombocka van a föld közepében. Ezt láttam a gravitációs távcsövemmel, tehát fordítva szereltem össze, hogy lefele tudjak vele nézegetni, és akkor lefele nézegettem, és egy ilyen, hát talán 10 fok alatt láttam. Az nagy, mert 6000 kilométerre van itt alattunk, Ez egy vasnikkel mag. Ez egy sokkal töményebb, keményebb, sűrűbb anyag, és ez szépen elvált a környezetétől. Még majd akarok mérést csinálni, csak ez a mérés nem volt jó még igazán, de majd egy jót akarok. És meg lesz csinálva. Nézzétek meg, hogy ezek az építkezések, ezeket úgy hívják, hogy megalitikus építkezések, hogy illesztették a köveket. Tudod, azt mondták, hogy bronzkorszak. Mondom, tényleg. Illeszgessük mindig egy kicsit. Igen, bronzkorszak, anyádnak mesélt be ma, bocsánat. Hogy a bronzvésővel te szépen ezt ki tudod így vágni, ilyen gránitot, meg ilyeneket bronzvésővel. Ne bolondítsatok már, tehát ezek ilyen humán elképzelések, életében nem volt még véső a kezébe. Érted? Ezek ilyen jó, a kis aranyos történész, jól élek, minden, csak éppen hülye az építészethez, hát bocsánat. Elkezdi magyarázni, hogy vésték, igen, bronzvésővel, mert akkor még, amikor ezt csinálták, bronzkorszak volt. Na most, ha bronzkorszak volt, akkor adok neked egy bronzvésőt, van itt ilyen járdaszéle, ilyen bazalt járdaszéle, adok neked, és akkor megmutatom neked, hogy na, itt van kalapács, meg bronzvéső, vár egy ilyen kis darabot, kis kockát csinálj nekem, légy szíves. De kicsit ekkorát, nem kell mondani piramist, nem csak egy ilyen 10 centis kockát. És ha meg tudod csinálni a bronzvésővel, akkor azt mondom, hogy te csoda vagy, úgy, ahogy vagy. Nem tudod megcsinálni. Tehát szanaszét kalapálhatod magad a bronzvésővel, akkor sem. Érted? Nem lehet megcsinálni. Ezek gyerekes elképzelések, és az a borzasztó, hogy ezeket írták bele a történelemkönyvekbe, ez katasztrófa. Még mindig ezt tanítják. Ez egy baromság. Dél-Amerikában az Ika köveken találtak egy csomó követ Dél-Amerikában. Ezek ilyen fekete kövek, fehér rajzolatokkal. Különböző, ilyen kavics-szerű kinézésű, ilyen ekkora kövek, és ezen mindenféle gyönyörű rajzolatok vannak. Hát de mi az érdekes benne, édeseim? Ezt egy folyómederbe találták. Na de hogy volt a lényege? Hogy ősállatok hátán ott ülnek az emberek. Azok az ősállatok, amiket mi felfedeztünk, csak hogy ezek élő ősállatok, és ülnek a hátán az emberek. Mondom, jaj, de érdekes. Ugye, a 4 millió éve élnek, 4 millió éve maximum ilyen, de maximum, akkor nagyon túl üzétem magam, élnek egyáltalán homo sapiensek a Földön, ugye addig még majmok voltak, és akkor 4 millió éve, de akkor már azok olyan nagyon majomszerűek voltak, és akkor, hát mondom, a te ősapád az olyan volt, de az enyém nem. És akkor ilyen hülyeséggel próbálnak engem etetni, és akkor itt meg az ábrán ott ül rajta a hátán az ősállatnak ilyen igazi... Nem rinoszérosz, hanem ilyen dinók. Dinók hátán. Gyerekek játszanak a dinókkal, ülnek a dinó hátán. Ős, mint egy házi állat, mint egy ló lenne. Ül rajta a dinókon, meg ilyen követ, de rengeteg ilyen van. Most megjelenő könyvben már nyomdában van, most fog megjelenni, ez az lesz a könyvnek a címe, hogy az atlantiszi időszámítás a Bibliában. Ez lesz a könyvnek a címe, a táborban már majd lesz.
hozok a táborba, és abban le vannak évszám szerint, mit tudom én, mindenhogy vezetve írva, és ahogy a melyik bibliai szövegben, hogy van leírva, mi van benne, ott van. Csak elmentek mellette, mert okos tojáskodtak, de elmentek mellette. Mert hát a fordításban már nincs benne, mert amikor, mit tudom én, valahol hórát írtak, azt nem értették, akkor átírták másra. Érted? Szóval, amit ő gondolt hozzá, vagy kronoszt, vagy mit tudom én, ezeket tessék van. Talált aranylemezekre, nagyon rájöttek az akadémikusok, vagy lehet tudni róla? Az Erdélyben talált aranylemezek eltűntek a süllyesztőbe. Azt mondták, hogy a Ceausescu arany klozettot csinált belőle, vagy nem tudom. De rajta vannak az Erdarv nevezetű könyvtárban, ott vannak ezek az aranylemezek. Ez közben a Nazca fennsík, és egy pókszerű lény van rajta. Ezek ilyen kilométeres nagyok, meg 800 méter, meg szóval nem kicsikék ezek az ábrák. Tehát az azt képzeld el, hogy több utca saroknyi. Vagyis, hogy a földről nem is nagyon látszik, csak egy csík. Te voltál ott? Igen. Ott voltatok nyáron. Fölvittek repülőről. Igen, a repülőről látszik, de a lemész. Az a fantasztikus, hanem ilyen hatalmas sík területet nem láttam még soha. Ezt levágták a hegytetei. Domborulatok vannak benne, igen. Tehát nem tud leszállni egy repülő. Nem is arra készült. Persze, és szürke a kő, és kiforgatták belőle a köveket, és azok az ábrák tulajdonképpen. Tehát kőből vannak kis kupacokban rakva az ábrák. Fantasztikus. De amikor ott vagy a szinten, te nem látod, hogy mi a talajszinten nem is látod. Hát ilyen 800 méteres ábrát nem látsz, hogyha lem vagy a földön. Ez a kolibri. Ez a kolibri, ezek évszámok, gyerekek, képzeljétek, hogy ezek évszámok. Ezek évszámok, ezek pontos évszámok. Megmondja, hogy a nagy időszámítási zónákból hány ilyen, darabra megmondja, hogy ez mikori. És képzeljétek, hogy ez a galaxisnak az időszámítását írja, nem a Földét, hanem a galaxisét. És a Kronosz körül keringő nap, ami a galaxis közepe, ami sok ezer, sok tízezer év alatt, vagy százezer év alatt kerül egyet a Föld körülötte, megyünk elég gyorsan a galaxisban, 220-szal megyünk körülbelül a másodpercenként a galaxis közepe körül. Na de hát ez bazi nagy. És akkor körbejárjuk a galaxist, és hogy hány fordulatot tett a nap, ilyen évszámok vannak leírva. Tehát nem a, igen. Tehát a kolibri egy évszám. A pók egy másik évszám. Képzeljétek, hogy ezek évszámok, és nagyon precízen leírják a különféle időszámításokat. Vagy nem időszámításokat, az időpontokat. Mikor jött a Földre, mikor mentek el a Földről, mert jöttek, meg mentek civilizációk, és ezeknek a jövés menése mindegyik meg van örökítve. Tehát egészen fantasztikus. És nem, erről szól ez a könyv. Nem földi. Ekkora a kövek, mint az az ajtó, összefaragva. De fönt a hegytetején. Persze. Na fönt a hegytetején, és nincs is olyan kő a közelben. Nincs a közel. Na az a katasztrófa, tudod, hogy 100 kilométerre van olyan kő, ott a bánya. Na most, hogy ne kötéllel odahúzták, ilyen meredek hegyek vannak. Ilyen hegyek vannak, így állni. Ha persze, főhúzott kötéllel egyszerű. De nyoma nincsen, hogy szállították, mint hogy a piramisok közszállításának sincsen nyoma. Tehát lehet, hogy légiúton szállították, mert ha valahol elszállítanak ennyi millió tonna követ, akkor a talajot zömül. Nem mondja nekem senki, hogy nem. Zömül. Tehát az mindig átmegy rajta ennyi millió tonna követ. Azért gondoljátok végig, hogy 100 piramis van csak Egyiptomban, 100-nál is több Egyiptomban. De a Földön 1000-nél is több piramis van. És akkor ezeket a szállítási útvonalakat, azok bezömülnek, hát a kocsikon, kordékon, akár hozzák, akárhogy hozzák, mert hogy biztos, hogy nem görgőkkel húzigálják a rabszolgák, akkor 10 000 év alatt se építették volna föl. De ott is azt mutatták, megkérdeztük a helyi idegenvezetőt, hogy akkor mutassa meg. Tehát ugyanilyen úttalan utakban egy Isten háta mögötti semmi. Helyen volt egy csodálatos... Négy fa görgőn húzza. Elővette egy ilyen kézzel... Hogyne, tudod, hogy darálja a fa görgőt? Ráteszel egy ilyen 40 tonnás vagy 50 tonnás követ, tudod, mi lesz belőle? Egy pillanat alatt gyufaszállá darálja szét. Hát ez egy marhaság, a kemény fát is. A gyerekekkel nem bír ki akkor a nyomás. Azért mondom, hogy humán süsű találta ki, ez nem leszólása a humánoknak, hanem hogy nem ért a műszaki dolgokhoz. És megpróbálja ő is elmagyarázni, hát az aztán katasztrófa lesz. Tehát elmondja, hogy fagörgőkön gurigázták, tényleg.
Nagyon jó. És mivel csináltak ilyen szabályos fagörgőt, ugye, mert az is... Ja, mert egy ekkora patintott kő valamit adtak, hogy ezzel szabták le a köveket. Megkérdezték, hogy és azt mivel csináltak? Tehát olyan dolgokat mutogattak nekünk, hogy ott röhögtünk. Te hülyeségeket, és el is hiszik. Tehát a lehűített nép elhiszi. Simán elhiszi. Ez van. A nép le van hűítve, ez van, gyerekek. Ez van. És ezért kell nekünk, nektek is, ezért kell gondolkozni. Igazából itt arról szól az egész történet, hogy itt még kiképezzük magunkat most, és amikor tudjuk a világot, akkor szépen elmondjuk mindenkinek. Most képzeld el is, 1000 év azon dolgoztunk, na, majd meglátjátok, mi lesz a vége. Mert hogy egyszer csak így, mint a tenger alatt járó, puff, először csak a periszkópot dugjuk ki, aztán hopp, följön a nagy bazi tenger alatt járó. Tényleg? Tehát ezt úgy kell csinálni. Azt úgy kell csinálni. És nekünk van erre esélyünk, a tudás az olyan, hogy az a fejedben elfér. Nem kell hozzá még ilyen kultúrcerka se, mert a kejed... És itt vannak ezek az aranylemezek, amiről beszéltetek. Ezek azok az erdélyi aranylemezek. Ebből 86 ilyen aranylemez volt. Megkérdeztem a földön kívülieket, mert az eredeti szövegben az van, hogy nikkel dobozban volt. Tehát azt mondták, akik ezt fölvágták vasvirisszel. Beszéltem velük, az Izsákival beszéltem, aki azt a könyvet, ezt az ábrát is az rajzolta. Az Izsáki, igen. Erdélynek az északi részén élt, és ott találkoztak a földön kívüliekkel, és ezek az aranylemezeken rajzolt ábrácskák voltak. És ezek az ábrácskák igazából a világot magyarázzák el, a lényeget. Hát teljesen másképp, mint ahogy mi látjuk, mert ők már azért előttünk járnak sok 10 000 évvel tudásban, és másképp akarja elmondani. Nem azt akarja neked elmondani, amit te akarsz hallani, hanem ahogy ő tudja a világot, és az már más. Nézzétek meg, ezt hagyd meg. Nézzétek meg. Ez egy ismerős jel, ugye? Jó, de akkor ezek a földön kívüliek talán zsidók? Érted? Lehetnének, de talán akkor ezek azok. Van egy huncutság. Ki veszi észre? Itt a közepén van egy érdekesség, igen, ez egy csillagnak a jele. Ez egy csillagnak a jele. Sarkaiban is. És ezek a forrásaik, ez egyébként a téridő működése, nézd csak egy kicsit meg jobban. A téridő titka van ott benne leírva, az egy nagyon fontos, ez nálunk az életvirága, ismeritek azt a 6 színmú virágot. Ez nálunk az életvirága. Az ugyanaz, mint a Dávid csillag, picit sem rosszabb vagy jobb, ez ugyanazt jelenti, mind a kettő a Szentléleknek a jele. Azért a Szentlélek jele, mert a Szentléleket ábrázolja, nem a jele, hanem ez azt ábrázolja. Tessék csak megnézni, a földön kívüliek mit írtak, vagy rajzoltak le. Ha egy picit jobban figyelsz a szokásosnál, próbáld meg magad megerőltetni. Itt van egy háromszög. Itt a másik háromszög. Ez pont ez. Látod ezt az ábrát benne? Csak ez el van döntve, látod? El van döntve. Itt van az egyik háromszög, és itt van a másik háromszög. Aztán van benne egy másik rendszer, ez egy külön rendszer. Itt. Ez egy oktaédernek az oldalnézete, ha figyelsz. Ez pont egy oktaéder oldalnézete. Ez nem más, mint a piramis, ha kicsit figyeltek, hogy ez mennyire összefügg. Ez nem más, mint a piramis. Mert a piramis lefele is piramis. És ez a téridő két állapotát mutatja. A polarizált téridőt, meg a térbeli téridőt. A polarizáltnál egy síkban vannak a források, a térben lévőnél meg egy oktaéder csúcsain. Ezt a két végállapotot mutatja, és azért mutatja szemből, mert különben itt csak egy vonal lenne. Tehát, hogyha ezt elfordítanánk, akkor ez a Dávid csillagszerű ábra itt oldalról egy vonal lenne, akkor nem lehetne érteni, ezért úgy fordított, hogy lássuk benne mind a kettőt. Miért mutatja ezt? Mert ez a csillagszerán. A csillag jelével azért hozza össze, mert ez a csillagszerán a szerán, az a csillagot is fenntartó, meg az egész bolygórendszerét is fenntartó téridőforrás. Az a csillagszerám. És ezt úgy is hívtuk mi, hogy ki tudja? Tórem. Tórem. Igen, ez a hunoknál Tórem néven is szerepelt. És Joli Tóremnek hívják a Földet.
A földet úgy hívják, hogy Joli Tórem. Ez itt, ahol most vagyunk. A hun népek úgy hívják, hogy Joli Tórem. Nem Gájának hívják, hanem Joli Tóremnek hívják. De rögtön rámondták, hogy milyen Tórem hitű népek vagyunk. Nem, haver. Nem, ez nem azt jelenti, drágám, hogy ezt behiszünk, hanem te hiszel a kocka négy sarkába, vagy miben? Szóval, érted? Szóval, vagy nyolc sarkába. Szóval ezek ilyen bádjúságok. Mert amikor nem tud mit csinálni, leszól mindjárt, azzal kezdi. Hát talán kezdi gondolkodni, az neked nehezen megy, én tudom, de próbáld meg. És lehet, hogy kijössz ebből a gödörből, talán. Hát nem lesz egyszerű, mert aki itt kezdi, az nem biztos, hogy ki tud mászni a gödörből, mert az csak a gyűlölet fűti. Nincs is neki más. A düh meg a gyűlölet. Ebből ki kell mászni, azzal nem lehet előbbre jutni. Kicsit lehet, mondjuk előbbre, hogy odáig tudok menni, mint és puff, agyon csaplak. És akkor előbbre jutottam, hát egy kicsit, aztán meg hátra. Mert jön a sor vége. Ja, a gyilkosságért ugye húzós következmények vannak, ugye? Mert lehet, hogy én eláslak téged a kukoricásba, mondjuk, és nem derül ki, most így senki nem talál meg téged, mert elég mélyre ástalak, és vetik rád a kukoricát még 10-20 évig, addig, meg már el is évül a gyilkosság, ugye, és akkor már nincs probléma. Na de? Karmikusan? Mi szárad a lelkeden? Mi szárad a lelkeden? Kukorica. Igen. De hát amikor meghalsz, és megítélésre, mert mindenki megy, 2500 évig bekkelhetsz. Unalmas lesz, de bekkelhetsz. Tehát 2500, egy világhónapot bekkelhetsz. De az a maximum. Szerintem a világhónapok végén szokott lenni valamilyen tabularáza. Tehát ilyen... nem amnesztia, nem amnesztia, hanem ilyen tabuda. Mindenkinek oda kell menni megítélésre, már nem lehet simliskedni. Akkor mindenkinek be kell vonulni, na gyerekek, mit csináltál? Összeszedik, nincs mese, összeszedik. Nem tudsz elbújni, összeszednek. Speciális műszerekkel megtalálnak. Összeszednek, és oda visznek, hogy na, megítélés van. Mit csináltál? Én semmit. Tudod, be volt olajozva a stukker, és akkor így fogtam azt a helyzet, és akkor kicsúszott a golyó, tudod, kijött belőle, igen? Jaj, Csibi. És akkor lekockázzák neked, hogy húzod meg a ravaszt. Nézd a tejt, meghúzod a ravaszt. Hát ijedtem be, igen? És akkor most bejátszák neked a gondolataidat. Aha. Hát akkor te hazudtál, sor vége. És ez így fog menni addig, ameddig becsületesen meg nem ítélesz saját magadat. Ja, ezzel próbálnak a gyónással, így próbálják felszabadítani az embereket. Nem szabadít fel a gyónás, sajnos örömmel mondom neked, hogy nem úszod meg. Nem az van, hogy kis penitencia, fizetünk egy kicsit az egyháznak, és már nem is vagyok bűnös. Sajnos azt kell mondani, az Isten előtt ilyen nincs. Festheted magad, ha akarod, ez a dolgod, tessék elmondani, mit csináltál. Nem csináltad meg a dolgodat, viszont megölték két embert, sor vége. Na, akkor kétszer meg kell halnod, ezért nagyon ciki lesz. Pont annyi idős leszel mindig, akiket megöltél. Tehát megöltél egy 20 éves embert, akkor 20 évesen kell meghalnod. Megölt egy 40 éves, 40 évesen kell meghalnod. De ugyanolyan jólétből kell neked hirtelen meghalnod, ja, és ugyanolyan szenvedéssel, ahogy megölted. Tehát, hogyha még szadisztad is, akkor az is benne lesz. Szemed szemért, fogad fogért. De ez egy igazságos rendszer, értsétek meg, ebben nincsenek kamukérózások, nincs, igazságos rendszer. És ez jó, hogy így van. Az emberek kimagyarázták, te nagyon kimagyarázták, azt mondták, hogy ez egy ilyen pogány hit, nem pogány, a kereszténységben benne volt a lélekvándorlás, nem pogány. Indiában merik engedni a rabokat, mert visszamennek, mert aztán inkább most leüli, mint hogy a következő életében. Tessék, parancsolja. Komoly harc folyik érte, az önvédelem és a honvédelem kérdése. Pontosan komoly harc van az isteni tanácsban, hogy az engedélyezett legyen. Igen, komoly harc folyik. Szerencsére nincs mindenhol azért ilyen probléma. Különösen a háromdimenziós rendszerekben van ilyen probléma. De azért nem jelenti, hogy máshol nincs. Azért én már hallottam ezt-azt. Mert például mi a csodában, na értem, ki akartam mondani nem szent könyv, hanem a grálba. A grálba. Ilyen van, hogy az istenek az idősemmiben is tudtak harcolni. Mibe? Az idősemmibe. Érted ezt a kifejezést? Ez az idősemmi nálunk megvan. Nem tér. Az a nem tér nem idő. Hogy ott is tudtak harcolni, mert ott nincs távolság és idő.
És még ott is képesek voltak harcolni, tehát, hogy vannak olyan eszközök, amivel ott is lehet. Az UFO-k ott mennek, hát az UFO-k azok nem a térbe mennek, a térbe nem lehet olyan messzire elmenni. Az UFO-k azok a nem térnem időbe mennek. Hát azért esélyünk nincsen, hogy átmenjünk a szomszéd csillagig, esélyünk nincs. Tehát nem kell minket bezárni a börtönbe, mert olyan sivatag vesz minket körül, az idő sivataga vesz minket körül, hogy mi nem tudunk odáig elgyalogolni, mert nem. Tehát arra gondolj, hogy a fény is, mit tudom én, 4 év alatt ér ide, de hol vagy te a fénysebességhez képest? Addig föl kell gyorsulni. Ha 1 évvel gyorsul egy űrhajó, 1,9 év alatt körülbelül gyorsul föl fénysebességre. Aztán meg le kell lassítani, az a másik 1,9, az már 4 év úgy körülbelül, ugye? Ja, hogy a meteorok meg jönnek, hát az baromi gáz, mert hogy mennél gyorsabban mész, annál gyorsabban kell a meteorokat előtted eltüntetni, valamilyen lézerágyúval, akármivel. Ja, és milyen gyorsan mész? Mész fénysebességgel? Majdnem. Hát annyival nem lehet menni, de majdnem. Lézerágyú nem ér el a lézerrel. A lézer is csak fénysebességgel megy, bocsánatot kérek. Nagyon ciki. Értitek, hogy mi a baj? Tehát nem lehet ilyen gyorsan menni százokból. Találsz egy ilyen kavicsot, a kavics elől be, hátul ki. Ja, így megy át rajta mindenen. Hát a fénysebességet ott, hogy egy kavics milyen iszonyatos erővel megy át. Hó, nincs ott határ. Nem állít meg ilyen fal, meg majd jó falat csinál. Igen? Hát jó falat lesz az haver, amikor a vacsora közben megérkezik. Szóval ezek olyan őrületek, amit nem tud az ember elgondolni sem, mert nem állt ilyennel szembe. Itt elmondják ezen az aranylemezen, hogy milyen civilizációk élnek az univerzumban. Erre mi a véleményed? A hal, igen, tehát hogy ez a sellő kategória, ez a felsőbbrendű ember, azért van rajta ez a valami, ez meg, aki repül. Szárnyas ember, és így tovább. Tehát elmondja, hogy ezek vagyunk mi. Ez meg a nagyon felsőrendű intelligencia, tehát ezek már gyakorlatilag el tudják hagyni az univerzumot is. Tehát el lehet hagyni az univerzumot is, de ahhoz már nagyon-nagyon fejlett technika kell, mert hogy nem talál az életbe vissza. Tehát nem talál vissza. Tehát be kell ugrani egy fekete lyukba. Tehát az már technika. Hát az már nem veszélytelen technika. És így már azért tudunk róla, hogy ezek a szimmetriák is azt mutatják, hogy többféle aszimmetrikus, szimmetrikus, meg mindenféle téridők is vannak. Tehát azt mutatja itt, hogy ez 1, 2, 3, az ugyanolyan, 4 téridőt magyaráz. Tehát nem biztos, hogy ugyanolyan mindenhol. Én ezt mondom el, mert ezt tudom. De lehet, hogy még van valami másféle is, mert ők azért valamikről tudósítanak minket. Van egy olyan térkép, ahol a csillagok rendszere van körülötte. Egy ilyen, azaz. Itt szövegek is vannak, rovásírással, ha megnézed. Ez a Sinzu, ez az írás, a Sinzu írás. Sinzu. Sinzu. Sinzuk élnek mondjuk legközelebb, körülöttünk mindenhol, majdnem, hogy mindenhol Sinzuk élnek. A körülöttünk lévő legközelebbi 8 csillag közül 6 lakott összesen, a kettőnél nem lakik senki, nincs is bolygórendszere, és 6 meg lakott, tehát ott laknak. És ezek mind homo sapiensek. Jó hír, nem is tudod, hogy milyen jó hír, mert hogy olyan földön kívüliek vannak, aki összecsinálnád magad, ha meglátnád, szóval nagyon durvák vannak, úgyhogy nagyon jó, hogy ilyen hozzánk hasonlók, és a másik, ami nagyon jó, hogy minket úgy vesznek, mint a mi az óvodát. Tehát védik meg, javítgatják, meg fotózgatják meg. Szóval, hogy mondjam neked, óvják. És ez óvörült nagy dolog. Nem tudnánk magunkat megvédeni. Földön kívüli technikákkal szemben esélyünk nincs. Tehát figyeld, olyan, mint az albánok légvédelme, ilyen. Hát ez semmi, hát gyerekek, hát az... Na, most az, hogy megerősített légvédelme, hogy mind a két kezem rázom, az gyerekek, az nem jelent semmit. Tehát, hogy ez annyira, de gyerekes, nem tudom, krumplipuska, minden fegyverünk. Tehát ez nagyon nagy baj lenne. Egyébként vannak földön kívüli fegyverek, voltak is régen is, sőt, még az Arvis urában is megtalálod ilyen formában, hogy ez a nép, mit tudom én, kicsodák, nem földi fegyverekkel harcoltak. Akkor mivel?
Ugye ez a kérdés? Milyen fegyverekkel? De így van leírva, hogy nem földi fegyverekkel. És ezért ez mutatja, hogy hát igen, éltek itt olyan földön kívüliek is a földön, és voltak ilyen fegyverek. Ezt még egyszer megnézzük, mert ez azért érdekes, mert ez a számunkra akár még ismerős is lehet. Annyira nem. Biztos? Na, melyik csillagkép lehet ez? Ha én ezt nézem, ezt meg ezt, más, ugye nem a földi nézetben van, ez az Orion. Ez az Orion a csillagkép, ezt látjuk, téli csillagkép. Most már itt nyugaton van tavasszal, de az Orion csillagkép. Ezt mindig mutattam nektek, ha kimentünk, hogy ott az Orion. Ugye, azt, amikor itt mentünk ki, csak mondtam, hogy ott van, akkor délen volt általában az Orion, télen mentünk innen ki. Mutattam, hogy kijöttünk, na így néz ki egy UFO. Emlékszel, ugye, ott voltál? Amikor kijöttünk, vérteszőlősen kijöttünk az iskolából, UFO-król tanítottalak benneteket, és hogy kiléptünk az ajtón, így ment végig egy UFO előttünk így. Komolyan baromi nagy izét húzott maga után, ilyen, mint ezek a tortadíszek újabban, ilyen csillagszoros, de tudod, ilyen érdekes csillagszoros, majdnem, mint a hideg fény lenne, tudod, ilyen tortákba szokták mostanában beleszurkálni, és ilyen okádja kifelé a csillagokat. Ismeritek azt? Na, olyan csíkot húzott maga után. Csak olyan jó széleset. És így alacsonyan így ment ám ellen, nem ám magasan. Síri csendbe így ment előttünk, és így... És így ment, ilyen sebességgel ment el előttünk. Ahogy kiléptünk az illusztrációnak, ott elment nekünk egy ufa. Szabad ki gyorsan is. Mint a vak villant volna, és akkor a fák fölött ott nem messze tőlünk, ott áll. Oda villantott, oda, hogy itt vagyok. Hallgatják, nyilvánvalóan hallgatják. Már csak ezt mondtam is nektek, hogy hallgatják, de tényleg hallgatják. Nem vicc hallgatják, ezt is hallgatják. Tehát ez egy népszerű előadás, az ottani ilyen csatorna. Lehet, hogy mások is. Tessék, parancsolj. Ezt valaki megfejtette? Az írást persze. Ilyen Lutes, Vucces, ilyen vannak ráírva, meg van fejtve. Ha a weblapra rámész, ott a megfejtést is lehet látni. Van ennek egy weblapja. Hányadik, nem tudom, hol vagyunk. Ebbe belemész a weblapba, lejjebb van. Ott van neki weblapja. Erdarv, igen. És akkor az egyessel kezded, Erdarv egy. Weblap. Hangra. Nem. Rá lehet, igen, ez benne van. Ez a Sirius írás volt itt, de ott nincs. Tehát figyelj, menj vissza ebből, menj ki ebből az ACDC-ből. Nem az ACDC, hanem még abba is menj ki. Az. És itt van, hogy Erdarv 01, ott van. A HTML-t kell. Na ez az, itt majd is ezt tett ki. És itt vannak ezek a lapok, és el is vannak magyarázva. Tehát ez ha valakit mélyebben izgat, akkor ez ki van téve az internetre, és el is van mondva, hogy mi van rajta. És... Menjünk tovább, mert ezt akartuk elmondani, ebben még olyan rajzok is vannak, ami még tovább is. Ötágú csillag is. Van ötágú csillag is, van bizony. Következő az. Állj meg egy kicsit. Erre. Ez egy időkapszula, egy robot van benne. Tehát egy robot jön ki egy időkapszulából. Az az időkapszula jele. És egy időkapszula, nyisd ki az időkapszulát, van benne egy robot, és abban van az információ. Tehát ez egy jó kis rejtvényfejtős játék fiataloknak, mert hogy a piramisban van a robot, és az elmondja neked ezeket a civilizációkat. Tehát itt vannak felsorolva a civilizációk, és ez a robot meg fogja mutatni ezeket a civilizációkat, hogy kik ezek, mik ezek. Menjünk tovább, és... Ez pedig a naprendszert mondja el, ez a naprendszernek a bolygóit mondja el. Ez egy érdekes, mert ez a lemez elmondja, hogy ők innen jöttek, mert itt egy nyíl ide mutat. Egy kettős csillagtól jöttek, ez a Sirius. Ezért beszélnek a,
újabban az ezoterikusok is, meg mindenki a Siriusról, az egy 9, kb. 8,9 fényévre van, tehát 9 fényévre meg lehet jegyezni, van ide, és a 9 fényévre lévő Sirius csillag, persze azon nem lehet élni, az egy baromi forró csillag, de a körülötte lévő bolygórendszerben élnek. Méghozzá a harmadik és a negyedik bolygón, és ő elmondja, hogy ugye ez egy fiú, alul van a két golyó, ez egy lány, fölül van a két golyó. Hát ez eléggé érthető piktogram, ugye, hogy fiú meg lány. Na most egy-e valamit mutat. Ez a migrációnak a jele, ez a jel, ott is van. Ez azt mondja, hogy négy csillagrendszerben, ezekben a csillagrendszerekben homo sapiensek élnek, két neműek homo sapiensek, mint mi. Csöcse van, pöcse van, olyan, mint mi biológiailag, sőt, szaporodás képes velünk, sőt, van is a vérünkben ilyen, mert hogy egy csomószor ide nősültek, meg innen vittek feleséget, meg mindenféle, az Arvis úr leírja szépen, úgy keressé rá, hogy kaltes. Az Arvis úrában, amit digitális, az könyvvel is meg lehet keresni, csak ha humán módon keresed, kiszakad a szemed. De hogyha van egy számítógéped, és megvan az textfájba, akkor belekeresel a textfájba, és azt mondod neki, hogy kaltes. Keresés, keresés, kaltes. Kaltes. Kaltes asszony bolygója, így beszél róla, és 170-szer találtam az első kötetbe kaltest. Azaz, hogy sokat beszél róla magyarul. Tehát egy csomó Arvis úr meséli, le lehet tölteni ingyen az Arvis úrát, ha neked nincs meg, szóljál, írjál nekem egy levelet, és akkor küldök egy címet, és letöltöd, és otthon nézegeteted. Hát most ez megoldható. Na most figyelj, ez a közeli csillagokon élők. Tehát ezek beköltöztek ide, máshonnan, de ezek is egy migráció, és itt élnek szürkék is. Menjünk még tovább, ez a vége lesz már ennek, de menjünk tovább, lépjél tovább egyel. Itt is a naprendszerről és az időkapszuláról ír, hogy kim van a robot az időkapszulából, itt azt mutatja, tehát hogy azt meg kell fejteni. Itt beszél a téridőről, majd mindjárt eljutunk azokhoz a lemezekhez, amit akarok, csak arrább vannak. Hoppá, ez egy jelenség itt van, hogy te a kettős szövetség embere a négyes szövetség könyvében rátalálsz a fáklyára, a tűztitkára, és ezzel új csillagot gyújthatsz a rendszeredben. Ez a Jupiter lenne, ez az új csillag. Ezt mondja el ez a kép piktogram sorozat. Az eredeti nem ezt mondja, tehát a Rizsákinak más megfejtése volt, én egy másik megfejtést csináltam. Itt lehet látni az egyik csillagrendszert, és a feliratok. Ezen nem feliratok vannak, hanem ilyen különféle civilizációk, migrációk, stb. Jelek. Itt van ennek a csillagrendszernek a mi általunk ismert részlete az égen, tehát ezek azok a csillagképek, amiről ő ír, csak mi teljesen másképp kötjük össze. Mert ez két birodalom, ami még létezik. A birodalom visszavág, talán láttátok. Na, ez két birodalom, bazi nagy csillagbirodalom, 40-50 csillag, vagy 100 csillag van benne, és ezek már összehúzódott kisbirodalmak az eredeti állapotukhoz képest, meg galaktikus méretűek voltak, a maradványai birodalmaknak, de még megvannak. És ehhez tartozik a nap is. Ez azért érdekes. Na most, itt majd lehet látni a szövegeket, itt ezeknek a megfejtését itt valahol lesz, itt vannak. Pegasz, Regasz, Lutesz, Junesz, Vicesz, Fadosz, ezek vannak ráírva. Tehát értjük a szöveget, csak hogy mit jelent, azt nem értjük. Ezek bizonyára csillagnevek lesznek. Vagy bolygónevek, vagy csillagnevek lesznek. Vagy rendszerek, azt nem tudjuk. Itt van egy üzenet, ami külön érdekes, mert ez magyarul van írva, de nem magyar írással. Tehát ők a saját írásukkal írtak egy üzenetet, a saját nyelvükön, és ezt mi megértjük. Az volt rajta a szöveg, mennyi kicsit. 3 nap születtél, 2 nap éltél, 1 nap elvesznél, de 2 nap léteznél. Azért mondta, hogy gyújts fel a Jupitert, amit az előbb mutattam, mondtam. Tehát elmondja, még van egy ilyen lemez, amin üzenet van, ez a másik. A te napod viccesének üzenjük, az az embert jelenti, 2 nap viccesei mi vagyunk. Tehát a te napod emberének üzenjük, hogy mi a 2 nap emberei vagyunk.
Képzeld el, ez van az aranylemező ráírva. És magyarul, tehát ők magyarul beszélnek, még megérted őket. Húha! Az írásokat tudjuk, értjük. Nem kell hozzá szótár, mert hát az, hogy vicces, nem értjük, de hát azon túl lehet lenni vicces. És hát igen, mert az ember az egy vicces. Tehát egészen fantasztikus, ott van előttünk a megfejtés. Már részben. És még egy kicsit összekaparjuk magunkat, akkor megértjük a technikájukat, megértjük az energianyerési formáikat, megértjük azt, hogy hát, hogy nem peletet kell tüzelni, vagy szélerőművet kell csinálni, hanem valami térenergiás vackot, amiből végtelenül nem merül ki az energia. Soha. Egy kérdésem lenne, hogy hogy vélekedik erről az úgynevezett nemzetközi közösség? Tehát egyáltalán tudják, mert én meglepetésemre napokban olvastam, hogy angol tudósok azt írják, hogy a védák azok egy régi angol nyelven vannak megírva, és az jó, hát minden nép szeretné magának megszerezni, Most az a nagyon érdekes, hogy a dolog ennél sokkal húzósabb. Tudnék, az angol nyelv van tele olyan, az angol még ezelőtt 500 évvel alig létezett ahhoz képest, mint a mai angol. Ugye a Shakespeare-t már nem értik meg az angolok. Na most, hogyha az egy 500 éves, vagy 1000 éves nincsen az a nyelv. Na most, hogyha meggondolod, hogy a 6000 éves ékírásunkat mi még megértjük, akkor melyik nyelvből, melyik nyelv felé vándorolt a tudás? Ez a kérdés. Hát ezért nem szabad nekünk soha kiemelni a sárból a pofánkat, amibe beletaposták, hogy nehogy meglássuk véletlenül, hogy ők össze-vissza simliskedtek, ugye? Mert hogy megnézed, akkor Wales, vagy Írország, vagy a skótok, ezek rokonaink, ezek a legnyugatibb hunok. Gyerekek, ezek rokonaink, tele van Wales olyan városnevekkel, meg ezekkel, amik teljesen érthetőek. Tehát itt ezért nem szabad ennek kiderülni, mert ez maximum ilyen vallási fanatikus, vagy valami hülye lehet, de nem lehet belőle tudós. Tehát tudásról szó sem lehet, hanem mindig csak ilyen kis hülye lehetsz. Ez nagyon fontos. És ezért, hát mit mondanak a materialista tudósok? Mindenre, amit nem tud, azt mondja, hogy kultikus tárgy. Igen, tényleg. Hát nem azt mondja mindenre, kultikus tárgy. Láttam olyat, képzeljétek, hogy egy ilyen kis szolgálós űrge, egy két lábon állt egy űrge, hogy szokott? Egy kis szobrocska. És akkor azt mondta, hogy jókor istennő. Mondom, tényleg? Hörcsög vagy, űrge volt. Na most, hát most ne hülyéskedjetek már, hát ez egy űrge. De tényleg látszott nagyon rajta, ürge pofája volt, ürge volt. De ő bele akarja látni, istennő, ha szobor, akkor istennő, kész. Ez egy ilyen pogány, fúj. És ez így gondolkodik. Hát ezzel nem lehet mit kezdeni, ez nem fogod meggyőzni, nem is szabad. Ő csak mondja magáit, majd kihal. Hát van-e még valami kérdésetek, mert hogy az idő vasfoga, már mindjárt elszáll fölöttünk, parancsolj. Hogy kellő képzavarral éljek. Ugye az idő vasfoga elszáll fölöttünk. Parancsa. Én is mondtam, szintén a Lárván Tatjóval beszéltem meg néhányatlan okosságokat, amiket így összeszedtem. Tehát, hogy ugye mondtad, hogy a Bibliában kiszedték a lélekvándorlást, és én próbáltam megmondani egy katolikusságú zsidó, negyed zsidó lánynak is, hogy hol lehet az. Tehát én úgy hallottam, hogy ahány előadásodon voltam, még nem mondtad ki, de nem lehetetlen, hogy a Szent Háromság közül mondjuk maga Jézus az egyik. Mert hogy ugye nem lehetetlen, hogy az első kultúrában fölvette a testét, majd letette, a második... Gyerekek, nagyon katolikus, biztos, igen. Hogy egyszer fölvette, letette, és most ott mondod, hogy most újra itt van. Itt van közöttünk Jézus, most testben él. És már tinédzser. Tehát a lényeg az, hogy itt a legkatolikusabb katolikus is hisz a lélekvándorlásban. Akármennyire vergődik, hogy ilyen pogány, meg ilyen, hiába vergődik, tudnék, hisz a feltámadásban. Miért a feltámadásnál mi történik? A lelked egy másik testbe föl kell, nem? Hát ezt a testedet, ezt már szecskába darálták, ezt már elégették, ezt már eltemették, megették a kukacok, és ki is szarták, már rég virág lett belőle, de az is megrohadt, nem? Már humusz lett belőle.
Tehát gyerekek, akkor most akkor miről beszélnek? Mi támad ki? Mert azért vannak a zombi filmek, érted, hogy kijönnek a hullák, kukacok, jönnek a szemükből, mert ez egy ilyen gyerekrémítgető baromság. Tehát ennek nincs értelme. Én ilyen feltámadásban nem hiszek, hogy kijönnek a kukacos szemű hullák, ezért nem erről szól a történet, hanem kap egy új testet. Nem annak a rohadt, szétrohadt testnek kell feltámadni. Mi a fenének az már? Semmire nem jó. Hát ne hülyeskedjetek. De ez olyan, mintha már fosztányokban szétszakadott felmosoronynál is rondában kinéző öltöny, abba kellene tovább élned. Hát mostan ilyen hülyeséget... Kérdezve, Gyuri bácsi, van ilyen hülyeség. Abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy egy rabbi meghívott tanítani. Sóletezés után elmagyarázta azt, hogy a sírokból kelnek ki a csontok. Jó, hát jó hangzik. Jó, de lehet, hogy ez egy nagyon művelt rabbi volt, de ilyen téren meglehetősen zavarosak az elképzelések. Én is rabbi vagyok. Tessék, parancsolj. Én meg azt hallottam, hogy a romlatlan testek azért vannak félretéve, hogy azzal bizonyítsák be, hogy föl lehet támadni. A romlatlan testek azok nem is, azok, nem is ezek a fajta földi testek. Másfajta. Tehát az egy másfajta test. Létezik másfajta fehérje. Ismerünk ilyet, csak úgy mondanám nektek, hogy van egy betegség, a szivacsos marha, a szivacsos agysorvadás, ami a túrónak hívták? Agyvelősorvadás, nem tudom. Ez ami agyvelőgyulladás, de ilyen szivacsossá válik. Kergemarhakor, azaz. Na most, gyerekek, a kergemarhakornál egy prion nevezetű fehérje van az agyban. Egyébként a te agyadban is van prion, meg a tiédben is, csak ezt mindig lebontja egy enzim. Ha ez az enzim nem működik, akkor ezt nem bontja le, akkor ilyen szivacsossá válik az agyad. Tehát egy enzim működés szabályozásával lehet belőled kergemarhát csinálni, innen látszik. Tehát a lényeg, hogy ez a kergemarhakorban lévő fehérje nem romlik meg. Angliában kiderült, hogy egy éve elföldelt pali, hogy ne derüljön ki, kergemarhakort kapott a marhája, levágta a fejét a marhának, és eladta a marhahúst. És eladták a izébe, eladták a marhaszeret, vagy a franciáknak, vagy mit szólik, valakinek eladták. Na most, hát az nem számít, hogy belehalnak, az őt nem érdekli. A veszteség, hát egy marha drága. Nem úgy van, marha drága. Tehát, és ezért aztán eladták a romlott, büdös, fertőző marhahúst a franciáknak, akit egyébként az angolok nem szeretnek, mert hogy a francia, ugye Le Havre-nál, meg mit tudom én, ott az van kiírva mondjuk, hogy itt még azt a franciát is beszélik, amit ön az iskolában tanult. Szóval, tehát ilyen van kiírva a kocsmában, vagy mit tudom én, az angolok azt mondják, hogy lelépett, franciással lelépett, franciásan távozott, nem fizet valaki. A franciák meg azt mondják, hogy angolosan távozott, igen, hogy nem fizetik ki a számláját. És tehát, hogy egymást imádják, de a lényeg, hogy most már van az alagút, ami összeköti őket. Időnként tűzült ki benne a csalagút, de az egy magyar név. Mert a csatorna alagútból van, és nem, ez nem angol név, ezt mi találtuk itt ki rá, de nagyon mondjuk rá. Valaki kitalálta, és ezt most mondogatjuk. Tehát a lényeg, hogy itt átmegy a gyorsvonat a tenger alatt. Jó hosszú alagút, az azért 50 kilométernél jóval hosszabb, és azért ott a tenger alatt megy át végig. Tessék, parancsolj! Én a formához szeretnék visszakanyarodni, és azzal kérdezni, hogy... Mindjárt. Idős emberek, szóval, hogy az öngyilkossággal mi történik. Márai Sándor 89 éves korában nem bírta már elviselni az életet, és végzett magával is. Van nyugaton egy ilyen szervezet, vagy hát lehetőséget nyújtanak a... akik már nem bírják valami módon az életet, egy exit nevű. Jó, hát vannak hivatásos óhérok, akik felvállalják, hogy lehóhérolnak téged. Hát most kapsz egy injekciót, és abban meghalsz. Aki ebbe belemegy, az, ami történik. A más az, hogyha magadat ölöd meg, és más elbírálás alá esik, hogyha más öl meg téged. És ez a szervezet együttműködik? Hát ez az eutanázia, nagyon nyomják az eutanáziát. Persze nem mindenhol nyomják, csak úgy mondanám, hanem bizonyos helyeken nagyon nyomják az eutanáziát. Bizonyos helyeken ez vallásilag tilos, bizonyos helyeken meg nyomják, mint a gép. Tehát akit ki akarnak írtani, ott nyomják, ahol nem akarnak, fenn akarnak maradni, ott szaporodjában. Persze, ez így működik.
szaporodjatok és sokasodjatok. Valamint ezek, ez mindig így volt, mindenféle huncutságokat ki lehet találni, föl lehet az őket biztatni, hogy te döntesz. Igen? És mi fölött? Ölsz vagy nem? Hűha. Ez a döntés jogod? Hát nagyon ciki. Hogy megölsz egy ártatlan gyereket magadba, júj de nagyon bátor vagy, aki nem tud védekezni. De, és ez felnőtt emberrel történik. Szóval az öngyilkosság az egy erősen nagy bűn, és az öngyilkosságot az isteni tanács is bünteti. Tehát ott nincs mese. Nem az Isten bünteti, és nem is az isteni tanács lényegében, hanem te magad. Tehát az ítéletet nem az Isten hozza, hanem te. Persze. Te ítéled meg saját magad. Végnézed, jó, figyelik, hogy mit ítélsz. Szóval azért figyelnek rád, hogy de nem kell erős ítéletet hoznod mindig. Hozhatsz gyengét is. De akkor még egyszer megint meg kell születni, a másik felét a szarnak odarakatod. Érted? Ezt meg lehet csinálni, hogy és nagyon sok balhé volt az életedben, a felét leéled most, a felét a következőbe, azt jó van. Ezt meg lehet csinálni. Tehát könnyíteni lehet. Jó, amikor egy repülő lesz van, 400 ember egyből meghal. Hát, mint amikor azt mondja Pali a kocsmába, hogy az én apám az Isten. Az Úristen. Na ne hülyeskedj, Lajos, mi az, hogy az én apám, te apád az Isten? Te! Hát az apám az buszsofőr. A múltkor majdnem bement az árakba, 50-en ordították mögött, hogy Úristen! Szóval ez is ilyen, úgyhogy ennyi elédesen. Még van 10 percünk, kérdezzetek. Kérdezhetnék, beszélnél, ami ott dönnél, Budakeszenél, és végig az ország ezek a... A csörsz az önmagában a védvonalat jelenti. Tehát az, hogy csörsz, az a szó, az azt jelenti, hogy védvonal. Van csörsz utcánk most is még, és az pont ott ment a csörsz, azért csörsz utca. Mert ott ment a valamikori régi csörsz. A csörsz az egy ilyen védvonal, ez általában a határ volt. Tehát egy határvonal, mint amilyen, mit tudom én, Anglia közepén megy keresztbe egy ilyen kőfal. Hát a Hadrianus kőfala, vagy mit tudom én, de hát az nem védte meg azért, de az a határ volt. Tehát azon túl ők se mentek, és azon túl ezek se jöhettek le. Tehát az északiak nem jöhettek le, tehát ez egy határvonal volt. És akkor ők megállapodtak egymással, hát ez egy eléggé kemény nép volt, és a rómaiak hiába ősködtek akármennyit, sok veszteségük volt. És akkor kitalálták, hogy jóval legyen itt egy határ, akkor mi oda nem megyünk, és akkor rendben van, megállapodtak. És akkor így, mert hogy a mai Angliának az alsó déli fele az római fennhatóság alatt volt, északabbra nem sokra jutottak, mint ahogy nem jutottak át a Dunán, milyen érdekes sokáig. Tehát a Duna volt a határvonal, itt Aquincumnál, itt ment a rómaiak határa, tehát már a pesti oldal, az már avar birodalom volt. És akkor... Tessék? Van több alagút is a Duna alatt. Komáromnál is van alagút a Duna alatt, milyen érdekes. Igen, de Csepel-szigetnél is van egy alagút a Duna alatt. Régi. És át lehet menni most is rajta. Igaz, hogy a vízművek csinálták, szóval, de alagút van, hát most a mi hát nem? Hát alagút az alagút. Esztergomba Basilikában. Hogy ott képezték az európai gyors reagálású hadtestet. Igen. Akik beavatkoztak az európai konfliktusokba egészen 780-ig körülbelül. Mert akkor állították le. Igen. A magyarok újra működtették. De, igen. Hogy? A magyarok újra működtették. Újra működtették. És ott képezték ki még a... Igen, újra működtették. Tehát volt egy ilyen védvonal, aztán utána, hogy más nem mondjak, hát ez sokkal nyugatabbra a még az Ensen túra, vagy Ensig ért legalább, ugye? Annyit tudok, hogy maga az árok rendszerben képezték ki azokat a csapatokat, akik utána... De hol volt a legnyugatibb? Hol volt a legnyugatibb csörsz? Körülbelül 980-ban állították ezt le. És hol volt a legnyugatibb csörsz? Szerintem. Azt nem tudom. Mert mint hogyha valahol még Béstől vagy 180 kilométerre volt nyugatra. Igen. Salzburg, igen. Béstől 180 kilométerre. És a Gézának az egyik nyári rezidenciája, az is 120 kilométerre volt Bécstől nyugatra. Bizony. Tehát, hogy kikit szállt meg. Ez is egy olyan érdekes, hogy ki volt ott előbb. Hát most akkor
mi nem harcoltunk az osztrákokkal, hogy most adják nekünk vissza azt a területet, mi nem harcoltunk. De hát a helyzet az, hogy most bele is rokkannánk, ha visszakapnánk Romániát. Úgy belerokkannánk, mint annak a rendje. Bár egy nagyon jó termel mához képest, úgyhogy tehát szerintem Erdély nagyobb, többet termel, mint a többi rész, az olajat kivéve. Tessék, parancsolj! Ezt, amit előbb mondtatok, az egyik mesénk mai napig is őrzi, mert hogy kezdődik? Túl az operencián, de ezt úgy kell érteni, hogy túl az operencen? Hát igen, így fordították le. Én az ilyen etimologizáló megfejtésekben, hogy mondjam, hiszek is, meg nem is. Tehát jó lenne ezt magabiztosan tudni, de minden esetre találtam olyan arany lemezkét, ahol elvertek minket állítólag, ott találtam ilyen elárultak igazából, úgy vertek el minket, hogy elárultak, hogy hívtak, hogy menjünk segíteni, és hátba támadtak minket, szóval így könnyű győzni, ugye, hogy egyszer csak ellenőtt támad az, aki segítségül hívott, tehát behúztak a csőbe. A jó szívünkre hallgattunk, és ez bevitt minket a csőbe. Igen, ilyen árulás volt, ez máshol is voltak hadicselek, de itt Európában ennek azért komoly hagyománya volt, bár Konstantinápoly se volt kutya. Szóval ott is azért voltak mindenféle mérgezések és egyebek a császári udvarban, szóval ott is azért durva dolgok történtek. Visszatérve a halhatatlan testekre, a halhatatlan testek nagyon, nagyon izgalmasak, tehát egy másmilyen fehérje, a prionosz hasonló fehérjék, ezek még 50-100 év alatt sem romlanak meg. Először ilyen görögök fedezték föl ilyen csatatereken, hogy volt egy-kettő olyan a hullák között a csatatéren, aki nem kezdett megbüdösödni. Akkor azt hitték, hogy ez csak sebesült, és akkor nem temették el, hanem befektették valahova, hogy majd föléled. Próbálták locsolni, mosogatni, mit tudom, micsoda, hát ha föl kell, de nem kelt föl. Eltelt 10 év, még mindig nem kezdett romlani, pedig nem evett. Tehát ez nem volt anyagcsere, nem kapott enni, inni, vizet, semmi. Ennek ellenére csak kezdett egy kicsit összeasszalódni, de még mindig nem büdösödött. Tehát ez egy másmilyen fehérje. Ez a mi testünk, ez már elkezd rohadni, szétmegy pillanatok alatt. Ez már órák alatt, ha meleg van, már romlani kezd. Az agyad 8 perc alatt romlik meg. Tehát 8 perc után nem érdemes téged újra kelteni, mert annyira megvan már rohadva az agyat, hogy nem biztos, hogy normális leszel, a fölállsz. Lehet, hogy még föl lehet téged valahogy kelteni, de már ilyen sisükesejű leszel. És akkor ezért már agyhalott vagy, úgy mondják, hogy már agyhalott vagy. 8 perc. Tehát nem sok időd van. Amit akartál? Igen, hogy az árpádházi királyoknak is ilyen testük volt, ha jól tudom. Az árpádházi királyok között is voltak ilyenek, nem véletlenül avatták őket, szenté, Szent László, vagy Szent István, Szent Margit, ezeket nem véletlenül avatták szenté, és ez egy felső égi rokonságra utal. Tehát nem csak azt hirdették magukról, mert ilyen nagy császárok voltak, vagy nagy kicsodák, hogy most ők, nekik égi őseik vannak. Itt mindenkinek égi ősei vannak, csak ezeknek másmilyen égi ősei voltak. Égi volt az is, meg ez is, csak ez másmilyen. Tehát ez sok fajta keveredett itt, hát itt a homo sapiens győzött. Tehát azok maradtak meg, mert itt éltek ilyen kis szürkék is a földön, meg óriások, meg mindenféle. Mi a véleményed a francia árpádházi ágról, hogy ők ott azt mondják? Élnek, igen, élnek ott árpádháziak, sőt, van egy árpádházi királyunk. Nem, most egy élő királyunk Magyarországnak, megkoronázott élő királyunk van. Ki? Egy árpádházi. De nem Habsburg. Nem Habsburg. Árpádházi, nem Habsburg. Magyar, bizony. Na majd őről a képet is hozok meg mindent, majd beszélünk róla külön. Külön megér egy misét. Tessék? Mikor? Nem a gróf spanyol, de... A táborba vagy mikor? Nem? A táborba? A táborba hozok róla. De lehet, hogy ha meg tudjuk, nagyon öreg már, nem tudom, hogy el lehetne cipelni, nem biztos. De Egerbe, meg van koronázva hivatalosan. Sőt, el is ismerték. Tehát, mit tudom, Vatikán elismerte, angolok elismerték, egy csomóan el is ismerték. És egyszerű emberként éli az életét? Egyszerű emberként éli az életét. Egerben? Egerben. Egerben, így van, pontosan. És mikor koronázták meg? Valamikor, amikor a koronát hazahozták. Igen? Igen. Hát, tudnék, Magyarországon eltörölhetetlen a koronatörvény, alapalkotmány, a Szent Korona uralkodik. Hát képzeljétek, nem rátették a köztársasági címerre a királyi koronát?
Hát a köztársasági címerünkön ott trónul a királyi korona, drágáim. Nem veszitek észre? Hát azért észre kéne venni, az nem dísz rajta. Vagyis, hogy itt most is királyság van, csak köztársaságosdit játszunk. Érted? És nincs is interregnum, mert van is király. Csak a hatalom közelébe sem engedik, mint a köztársasági elnökeinket. Ugye azt sem engedték a hatalom közepébe. Megvan, persze, megvan, minden megvan. Minden megvan. Ez majd egy változásnak az alapját fogja képezni, ami nem túl sokára lesz. Sokan mondják, hogy kell egy új alkotmány, mindig mondom, hogy nem. De hát megvan. Hát megvan. Jó, de hát kit fognak deresre húzni, a Gyurcsány deresre húzzuk, vagy mi lesz? Gyerekek, hát az nem ártana. Nem segítene semmi. Csak egy bán, nem? Melyik? Melyik, a Vajnai, melyik tévériporter szereti a Hajdubét? Úgyhogy, hát édeseim, jó éjszakát kívánok nektek. Ezzel az év véget ért. Jövőre, szeptember közepén kezdünk. A táborba gyertek, hozzátok a barátokat is, lehet jönni nyaralni, nagyon tutiság van. Egy erdő közepén táborozunk, tuti jó. Jó levegő van, mókusok rohangálnak a fán, baglyok, minden gyerekeknek, Amerika, ott élhetnek, szaladgálhatnak, bringázhatnak, minden nagyon jó. A kaja tűrhető szokott lenni mindig, és akkor ott nyaralhattok egyet. Egy hét, 36 ezer forint a gyerekeknek kedvezmény, 3 év alatt már ingyen van. Tehát, de kapnak kaját persze. De hát mert azt mi fizetjük akkor, érted? Tehát az egyház fizeti, csak a kisgyerekek támogatást kapnak, hogy el tudjanak jönni a szülők, mert nincs rá pénzük, de így el tudnak jönni a kisgyerekekkel, és a gyerekeknek a kajájában is de nagy kedvezmények vannak. 18 éves koráig van kedvezmény a gyerekeknek. Az alatt már felnőttnek számít az Isten előtt is. Hát én köszönöm az ezévi figyelmeteket, és menjetek el Boszniába, az Etelkánál jelentkezhettek, ha valakit érdekel. Fantasztikus előadások vannak, ilyenek, mint amiket most a Gyuri is tartott, de mindig nagyon jó előadók is vannak. Reggel örömjógázunk, este szalonnasütés, tehát egy igazi olyan hangulat van, amiben kellene lenni mindenhol. Az ember úgy érzi, amikor ott van, mintha az aranykorban lenne. Mesemondás is lesz, van kézműves, gyerekszínház is lesz, nemezelés, tehát hallgatni is lehet, csinálni is lehet, és mindenki nagyon jó. Nem kell fegyelmezni a gyerekeket, azok olyan aranyosak, a harmadik nap már olyan aranyosak, hogy olyat még nem láttam. Mert ott a szülők, volt ilyen nagyon kiöltözött öreg lány, nagyon aranyos, jött, nagyon fölöltözött, és jött, és akkor a gyerekek ott kiberolgattak, és azt mondja, tehát mindig így lesz, mondom, nem csak az első két nap. Mondom, akkor lenyugszanak a gyerekek. És tényleg ott volt egész héten, jön az öreg lány, azt mondja, hát én nem hiszem el. Hát ezek a gyerekek olyan udvariasak, olyan édesek, jönnek, megkérdeznek. Hát mondom, persze, mert két napig tanította őket. És két nap alatt beleszoktak, hogy itt más a rend, itt nem lehet beordítozni az ajtó, nem lehet kibe szaladgálni, de nem úgy, hogy ráordítok, hanem csak ránézek, beleszólok az agyába persze, a gyerek hallja, meglepődik, és abba hagyja a rosszalkodást. Nem akarom én bántani, csak jelzem neki, hogy haver, ezt nem így kell. Hallja, ki a franc szólt hozzám. És ennyi. És a dolog el van intézve, nem kell bántani. Ezt minden szülő tudja. Emlékezzél rá, amikor az anyád azt mondta, elestél és fájt a lábad. És megsimogatta, hogy adok rá egy puszit, elmúlik. Ugye, emlékszel rá? Megsimogatta a mama így a lábadat, és mondta, elmúlik, jó van, elmúlik, most már megsimogatom, adok egy puszit, és el is múlik. Egészen fantasztikus. Szokott lenni ilyen térgeometria készítés, szokott lenni hárfazene, fuvolazene, népzene. Lesz. Most is lesz. Jön az Ildikó, fuvola, hárfa, tánc, minden érdekes lesz. Úgyhogy gyertek mindenkivel, nagyon jó a tábor. Ott van kint a tábornak a jelentkezési lap, egy ilyen öten is lehet egy lapon jelentkezni. De ha véletlen valaki nem, akkor hol a Terembúra lapon, vagy hol? A Terembúra lapon beírod a keresőbe, hogy www.hunok.hu, és akkor megtalálsz engem. Írsz egy levelet, mert ott van egy csomó levélcím. Oda kattintasz a levélre, bejön a levelező program, és írhatod a levelet. Mikor folytatod tovább az előadást? Szeptember 15-én itt folytatjuk, igen. 16-án, így valahogy, tehát szeptember közepén kezdünk újra, csütörtökön természetesen, mert mi vagyunk a csütörtökisták.
csütörtökön, és még lesz egy előadás nálam, az egy kétnapos lesz, 12-13 júniusban, a 49-ben, itt a San Marco 49-ben, fönn a negyedik emeleten, a kisfaludi névtáblát megnyomod, kinyílik a kapu, följössz, az kész.